Üdvözlet mindenkinek! Okay. Itt a jahua.hu weboldalon, Jahua útja YouTube csatornán, függően attól, hogy ki hol talál erre a videóra, esetleg az infobából, YouTube csatornán. Üdvözlöm Póli Pált, aki a Church of God magyarországi weboldalának a szerkesztője, és már beszélgettem én vele korábban, kíváncsi vagyok arra, hogy mi az ő álláspontja az izraeli eseményekkel kapcsolatban. Hogyan látja ő ezt? Úgyhogy ez az, amit most igyekezni fogunk megbeszélni. Át is adom én a szót Pálnak. Kezdjük már azzal, hogy mi a te véleményed? Rengetegen beszélnek arról, hogy ez valamiféle profécia, ami beteljesedik most Izraelben. Hogyan látod te ezt a kérdést? Üdvözöllek, és a hallgatókat is. Hát köszönöm. Hát ez az izraeli kérdés ugyebár nagyon esedékes most a háború miatt, és mindenki erre is fókuszol, de proficiai szempontból, hogy ki hogy akarja beilleszteni ezt a maga, vagy a felekezetei képében, az már egy másik dolog. Na most a legelterjedtebb nézet szerint ez az izraeli állam, ami ott létezik, ez már a helyreállított Izrael, vagy helyreállításban lévő Izrael lenne, amire aztán a proféciákat próbálják át legtöbb esetben ráerőszakolni. A helyzet az, hogy a bibliai helyreállításnak olyan mérvei vannak, ami nem látható ebben az Izraelben, és még a népességnek az összetétele sem mondható izraelitának ilyen értelemben, legalábbis java részben. A maximum Judának egy töredéke van jelen, az igaz bibliai Judának a jelen izraeli államban, és ez az állam egy, hát ezt mindenki tudja már a köreinkben, egy ilyen háttérhatalmak által létrehozott állam. Ugyanazoknak a háttérhatalomnak a keze van benne, ami irányítja a világ azon dolgait, hogy az antikrisztusi uralom eljöhetsen. Tehát ez az Izrael nem mondható a helyreállított bibliai Izraelnek, és minden, ami ott történik, az inkább a háttérhatalmi machinációknak az eredménye, mintsem hogy a bibliai proféciáknak a beteljesedése. És itt aztán majd beszélhetünk konkrét profíciákról, de most egyelőre erről csak ennyit mondani. Én az érdekel, amit én egyetértek mind a két állítással, ami elhangzott. Úgy gondolom, hogy két fő állítás volt, ami, ami fontos ebből, persze minden egyéb, de az egyik, amire utaltál, hogy a népesség összetétele az nem az, ami szükséges a feltételekhez, illetve hogy nincs is helyreállítva ez az Izrael. Hogyha, ha valakit egy érdekel, én számos videót készítettem ezzel kapcsolatban már réges régen, hogy a népesség összetétele semmiképpen sem az, viszont a másik az, hogy ez nem lehet a helyreállított Izrael, ugyanis annak vannak feltételei, amiket az írások elég egyértelműen megfogalmaznak. Még most is abban a sorozatban, ami az ünnepek alatt folyt, abban is rengeteg információt erről én megosztottam, hogyha csak elkezdené valaki olvasni ez IKL 36-tól az írásokat, egészen ez IKL végéig, akkor láthatná, hogy ez nem lehet az az Izrael, nem lehet az a helyreállított Izrael, nem is az a nép él ott. Úgyhogy én ezzel egyetértek, talán az lesz a a vélemény különbség, hogy ki is az a nép. Még megkockáztatom, hogy abban is egyetértés lesz, hogy mik a helyreállítás feltételei. De én azt javaslom, hogy ha esetleg megosztanád a hallgatókkal azt, hogy szerinted mik a helyreállításnak a feltételei, amiknek teljesülnie kell, illetve hogyan nem teljesült az, vagy hogyan nem teljesül az, gondolom ez egyértelmű lesz. Nos, a Biblia beszél egy ilyen második exodusról. Ennek a második, második a lényege az, hogy egy szörnyiséges vészkorszak után Izrael maradék, maradékai, minden törgy maradéka haza lesz vezetve a szülőföldjükre, és ott államot alapítanak a messiás vezetése alatt. Na most ez a vészkorszak még előttünk áll, így természetesen a maradék egybegyűjtése is előttünk áll. Ami most van, az egy false flag Izrael, aminek az a célja, hogy mesterségesen kreáljanak egy olyan szenáriót, ami a bibliainak a változata, és egy mesterségesen helyreállított mesterséges Izrael produkálni fogja a mesterséges messiást. Szóval szerinted a cél... A... Ja, bocsánat, szóval szerinted a célja hát, ennek igen, a, a mestersége. De a megtévesztés. De, de úgy értem, és hogy ezt az érthetőbbé az, bocsánat, Nem baj. hogy kik is alapították meg ezt az államot, és amióta meg van alapítva, kik is irányítják tulajdonképpen, és a politikai berendezkezése is ugyanolyan, mint... A világ azon demokratikus országainak a berendezkedése, ami ugyancsak, tehát a nyugati világról egészéről beszélünk, ugyanaz a berendezkedés van, és ugyanazok uralják, csak nekik adnak némi olyan szabad teret és külön utat, ami látszólag különbözővé teszi őket a másiktól éppen annak az okáért, hogy a megtévesztés céljából. És érdekes, amit mondasz a a megvált, a hamis masiákkal kapcsolatban. Ha már, ha már itt tartunk, akkor... Oké, okay, eszedben van most, hogy melyek azok a... vagy egyáltalán a szakaszok az írásokból, amikből esetleg tájékozódni lehetne? Hát én azt mondom, hogy a legegyértelműbb, amit említettem, 30... Azt most nézem itt, 38... 36-37... A 37. fejezet az, amire utaltam egyébként, azzal kezdődik, hogy amikor a népek azt mondják, hogy ha mi uraljuk Izrael hegyeit és elvettük a Szent Földet, lényegében ezzel kezdődik, az annak a vészkorszaknak a tetőpontján lesz, ami, ami lényegében megsemmisíti az izraelita népesség nagy részét. Ezéki elből tudjuk, hogy kétharmada elpusztul csapásokban, a maradék egyharmada, az keresztül megy tűzpróbákon, és annak csak a maradéka, tehát a maradék maradéka fog megmaradni. És itt nem a zsidó államról beszélünk, hanem az egységes izraelita népességről, ami hát a mai nap legalább 3-400 millió főt tesz ki a 12 törzs, és hogyha azt veszük, hogy annak a kétharmada elpusztul, és csak egyharmadnak a maradéka marad meg, és az lesz visszavezetve a második exodusban, akkor az rámutat arra, hogy ez, ez, semmiféleképpen nem történt még meg. Szóval akkor úgy... És az hozzá lesz, hogy akkor a szívig beteszem a törvényem, és feltámasztom számokra Dávidot, tehát az időzítés is már a millénium elején lesz, ami aminek a, a, jegye az, hogy ők elfogadják a messiást. Beteljesedik az a profécia, amit Jeremiás is mondott, hogy a szívükbe, elméjükbe teszem a törvényüket, és akkor már igazodni fognak hozzá. Tehát az a helyreállítás. Az nem helyreállítás, hogy összeterelek egy népességet, és kinevezem Izraelnek, ami ugyanúgy él, mint a többi nemzet, sőt, bizonyos esetekben még hát, Igen. rosszabb életmódot követnek. Valóban a 36-os fejezet az Ezekiel, ahol, ahol, beszél az új szívről valóban, sőt, ahogy említetted, az én, úgy, én mindvégig úgy gondoltam, meg most is úgy gondolom, hogy az igazi Izrael azért igazi Izrael, mert az követni fogja majd az atya parancsolatait, az ő tóráját. Hogyha nem pontosan azért űzte őket ki arról a területről, mert nem azt csinálták. Szóval nem vinné vissza őket, hogy aztán csak folytassák azt, amiért azelőtt kiűzte őket. Én nagyon hát kormányom... igen, én erre. Igen, pillanat. A -a Azt hiszem, hogy, a... hogy ez csak mutatja, hogy mennyire a világ el van tévejedve, a... nem csak a proféciát illetően, hanem úgy a törvény jelentőségét illetően is. Hisz úgy képzelik, hogy az atya visszavisz oda egy népet, és aztán hagyja, hogy az úgy éljen, mint a világ, 50-60 évig, és mindvégig az emberiség úgy néz ezekre az emberekre, mintha ők képviselnék az igazságot, és ők lennének az igazi Izrael, miközben le van írva, hogy mi a feltétele annak. És az egyik feltétele az, ahogyan említetted az, hogy behelyezi az ő tóráját a szívükbe, ez a 36-os fejezet, hogy... Hogy is van... Integráljuk tiszta vizet, hogy megtisztuljanak, és adok nekik egy új szívet, új lelket, elveszem a kőszívet a testükből, adok új szívet, az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet, vagy ítéleimet, ítéleteimet megőrizzétek és betöltsétek, ami nem következett be most. És valóban, úgy van, ahogy mondod, hogy az idők végén fog ez csak a nagy nyomorúság után, amit úgy ismer a világ, hogy nagy nyomorúság, az után van ennek, én úgy gondolom, hogy létjogosultsága, onnan hozza ki az ő népét, vissza arra a területre, és utána összegyűlnek a többi népek, akkor lesz a Jehósafát völgyében az igazság, ítélet, és aztán elkezdődik a királyság. Igen, pontosan. Én ezt úgy szoktam kifejezni, hogy Isten miért állítaná helyre Izraelt abban az állapotban, amely állapotáért szétszórta őket. Pontosan. Teljesen logikátlan az az elgondolás, hogy a világ közelít ehhez. Akkor mit gondolsz, hogy... Most nem azt akarom, hogy holnap, vagy két év múlva, vagy 2030-ban, de hogy látod a jelenlegi időszakot, amiben vagyunk, mit gondolsz, hogy nagyságrendileg mennyi idő az, amíg ez bekövetkezhet. Úgy értem, hogy egy évtized, öt évtized, egy évszázad, mi a te elképzelésed erről? Hát az, az, összpolitikai fejlemények úgy állnak már össze a világban, hogy csak a sebesség mértékétől függ, hogy most öt évről beszélünk, tíz évről vagy 12 évről. Ennél tovább már nem igen mennék. Mondjuk a 1900 a 30-as év azért van meg fontos, mert azt maga a háttérhatalom jelölte ki célirányul, és ha már kijelölték ezt a dátumot, akkor gondolom ők már úgy látják a helyzetet, hogy addigra meg lehet valósítani, minden összeáll, csak már a részleteket kell kidolgozni, és azokat a rendszereket kell megváltoztatni, amelyeket szükséges megváltoztatni ehhez. És ami megy Európában, az tökéletesen megfelel ennek a szenáriónak most. Azt tudjuk, gondolom abban nincs közöttünk nézeteltérés, hogy a Fenevad birodalma az egy európai központú birodalom lesz. Én, igen, ne, én nehezen tudom elképzelni, hogy bárhol a világon máshol ezt meg lehet valósítani. Én úgy gondolom, hogy nyugat-Európa. Nyugat-Európa kell, hogy legyen. És ezt ezt egyébként alátámasszák a bibliai megnevezések is, ami egy nagyon-nagyon fontos bibliai témakör, ugyanis a nemzetek táblájának a beazonosítása, az teljesen érthetővé teszi a proficiákat, ugyanis a proficiák rámutatnak azokra a népekre, amelyek szövetségben lesznek egymással egymás ellen. Tehát lesz egy nagy nyugati szövetség, lesz egy nagy keleti szövetség, és azok a népek, amelyeket megvannak jelölve a Bibliában, és be vannak azonosítva, azok a népek, amelyeknek a szövetségét látjuk például keleten most összefonódni, és ami majd nyugaton össze fog állni, az egy közép-európai, hát a régi Szent Német-Római Birodalomnak a, a területén fog megvalósulni, és azon népeket foglalja magában, és abból a népességből jön az Antikrisztus is, és az fogja a világot uralni. Egyébként a római fenevad, ami ugyebár a negyedik fenevad, ami végig fogja uralni a világot egészen Krisztus eljöveteléig, az különböző feltámadásokat élt meg a történelem folyamán, miután a Róma, az eredeti Róma elpusztult, és annak a feltámadásai, voltak például a Szent Német Római Birodalom, amelyek, amelyek egy eurocentrikussá tették a világot, és, és lényegében Európa, a Fenevad uralta a történelmet. Na most ennek lesz egy utolsó fellángolása az Antikrisztus alatt, és úgy fog összeállni a gazdasági rendszer, hogy Európa lesz a világ Katonai és gazdasági nagyhatalma. Ehhez természetesen össze kell omlani Amerikának, ami erőteljes folyamatban van, és a dollár központú kereskedelem átmegy egy európai központú, akármilyen pénz fog majd bevezetődni kereskedelem, és ha ők uralják a, világvalutát, akkor oda összpontosul a világ vagyona. Akkor... És ez uh -huh. nagy hatalomát tudja tenni Európát néhány éven belül. De, hogy ez megtörténjen, most még abban a folyamatban vagyunk, hogy rendeződni kell a népeknek. Népeket kell hát eltenni a sűjesztőbe, legalábbis politikailag, és másoknak kell felemelkedni. És ez a, ez a NATO és az Európai Unió a maga, hát nevezzük, úgyhogy tehetetlen formációnak ez meg fog szűnni, ilyen értelemben, mert ez, ez, ez a formáció nem lesz képes arra, hogy világdominanciája legyen. Nézd, Nyugat-Európa milyen tehetetlen, végül is Amerika irányítja, és báb az egész. Tehát ahhoz, hogy ez a rendszer megszülessen, ahhoz Amerikának el kell tűnni, mint nagyhatalomnak, Európának fel kell emelkedni, és amikor emelkedőben van, akkor hirtelen feltűnik majd az Antikrisztus, aki be fogja fejezni ezt a műsort. Értem. Még, még én hasonlóképpen gondolom, és a kezdetektől fogva egyébként valahogy én így láttam, ahogy mondod. Én úgy hiszem, hogy az írások elég egyértelműek arra nézvést, hogy Európa lesz ennek a központja bár az, az, az a számos fenevad talán azt reprezentálja, ahogyan a regionális uniók Európával együtt valahogy a világot kormányozzák. Most, hogy ez a tíz szarv, meg ezek a dolgok mit jelent? ezt nem annyira egyszerű talán kitalálni most ezen a ponton, viszont az kétségtelen, hogy nincs is egyáltalán vetétársa Európának, Sőt, a másik, ami ami még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a technológiai fejlettség is itt a legmagasabb. Úgyhogy a rendszert kiépíteni a legtökéletesebben itt lehet. Mindazok a technológiai fejlesztések, amelyek zajlanak világszerte, hogy a mobil kommunikáció, az 5G, meg a 6G, ezek épülnek ki mindenhol a harmadik világban ezek mind azt a célt szolgálják, hogy azokat a területeket is bekapcsolják majd ebbe a nagy rendszerbe, amit úgy ismerünk, hogy a Fenevad rendszere. És egyébként az érdekes az ebbe az egészbe, hogy ezt nyíltan el is ismeri mindenki, hogy a római birodalom az soha nem is szűnt meg valójában. Úgy értem, hogy ezek nem is titkolt dolgok, hogy az Európai Unió azt igyekszik feltámasztani azt az eszményt, amit elindított nagy Sándor ugye a Hellén birodalomban ezt az ökomenét, hogy legyen egy, az egész lakott föld legyen egy népesség, és azok mind egy hitben egyesüljenek egy uralkodó alatt. Utána ezt átvette a római birodalom, és aztán mindenki ezt igyekezett megvalósítani. Most az Amerika sorsa érdekes, mert úgy értelmeztem, amit mondasz, hogy hogy te úgy látod, hogy Amerika valahogy elveszti a jelentőségét, és én ezzel egyetértek. Most van arról elképzelésed, hogy ez hogy történhet meg? Azt értem, hogy az a petrodollárnak össze kell omlania, viszont mi a sorsa Amerikának? Az, ész, úgy értem, az amerikai Egyesült Államoknak mi a sorsa? Mert én úgy gondolom, hogy, hogy nem fog egyáltalán létezni az a terület semmilyen formában. Én azt azonosítanám, a jelenések 17-es fejezetben vagy 8-asban van Babilonról szó, amikor az elpusztul. Én azt a oda tenném, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt. Hát Babilon az a világrendszer lesz, amit majd a Fenavar fog uralni. Tehát az a nagy Babilon. Na most, ami Amerikát illeti, az. Hát, most itt összpontosul, ennek megvan egy óriási bibliai története, nem tudom, mennyire lesz időnk ezt kifejteni. Maga Amerika nagysága és gazdagsága meg volt jövendelve a bibliai proficiákban, és érdekes módon, hát ez a mi sajátos tanításunk, amit más felekezet nem oszt. Nem tudom, hogyha akarod, hogy kitérek rá némileg. <hállt> uh, tehát Amerika a születési jogi nemzet, a bibliai születési jogi nemzetek által lett megalapítva, József törzse által. József törzse, Manásze és Efraim teszik ki az a, a angol száz népességeket, és ezeknek nemzeti nagyság volt ígérve, hatalmas hadsereggel, legyőzhetetlenséggel, és végül egy elképesztő összeomlással. Na most mi, ennek abszolút hívei vagyunk, tehát én nekem a legnagyobb meggyőződésem az, hogy az elveszett izraelita törzsek vezető törzse József és Efraim az angol száz népek. Mm -hmm. És a nemzeti nagyságot, amit felemelkedett el az elképesztő nemzeti nagyságra, azt a Biblia a születésjogi áldásoknak nevezi. A születésjogi áldások a dupla porció, és ezért van az, hogy felemelkedhettek olyan nemzeti szintre, amelyre semmi más nemzet nem emelkedett fel a világ során. Na most ez azonban egy olyan áldás volt, amit feltételek nélkül adott meg Isten Ábrahámnak, ám miután beteljesedett, feltételekhez volt kötve, tehát a Szövetség is időközben bejött, és nekik a Szövetség népeként a Szövetséghez tartozónak kell lenni, és a Szövetségnek megfelelően élni. Na most a születésjogi áldások e, ellettek halasztva, nem akarok buta számot mondani most hirtelen, az 1520 évre, és annak lejártakól valósult meg, ami ugyanis elhoz bennünket az 1800-as évekhez, amikor felemelkedett az angol száz világ és az izraelita világ, és eljutott a születésjogi áldásokhoz. Az angol száz világ mérhetetlen gazdagságát, katonai erejét, bibliailag a születésjogi áldásoknak nevezzük, Józsefé volt a dupla porció, É, ugyanis az áldás átkerült hozzá Rubentől, miután Ruben, Ruben hát bement az atya ágyacsához. Igen. És Józsefé lett a születési jog. A születési jog áldása az fel van sorolva a Ábrahámnak adott áldásokban, ami nemzeti nagyság, katonai erő, elképesztő gazdaság, stb. 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 Judái lett a királyi pálca, vagyis a hát mondjuk úgy, hogy a vallási eleme a a, az ígéreteknek. Tehát az Ábrahámnak adott ígéretek két, két részre bontva: a születésjogi áldásokra, ami fizikai nagyságot és fizikai áldásokat hozott magával, valamint a királyi, a jogari áldás, ami viszont Judának lett megadva, amivel járt a királyság és a törvénynek a fenntartása legalábbis addig az ideig, amíg el nem jött a messiás. Na most ez a szenárió azzal végződött, hogy mivel az izraelita törzsek átvették a, tehát József törzsérőjéről beszélünk, az angol szászokról, ők átvették a politikai nagyhatalmat, amikor felvették a születésjogi áldásokat, ami vissza lett tartva az 1800-as évekig, akkor azonban berobbant, ők lettek a világvezető nemzetei, legnagyobb nemzetei, történetesen ez időben a római fenevad, Takarékra lett téve, Napóleon elsöpörte, és így a fenevad volt, nincs, de még egyszer jönni fog. És ez az eljövetele egybe fog esni az angolszász világ összeomlásával, mert csak úgy lehet a fenevadnak hatalma, hogyha közben megtörik ez a hatalom, amit, amit végig is a születési jogi áldásokból fakadóan, Tette lehetővé Amerikának és Angliának azt a felemelkedést, amit ők elértek a világ nemzetei között. Na most, amikor az el lesz véve tőlük, akkor egyetlen hónap alatt fognak összeomlani, Hóseás proféciája szerint, és egyetlen hónap alatt a világ leggazdagabb nemzeti, nemzetei földön futók lesznek. E... És a helyübe lép Európa. Világos. Igen, no, azt hiszem, hogy itt, vi itt viszont különbözik a. A, a nézetünk elsősorban, elsősorban azért, pont azért, amiért Izrael nem lehet Elohimtől való. Ez az Izrael állam nem lehet Elohimtől való, hisz nem azt csinálják, amit ő elvár tőlük. Nem az. az, az a, Izrael csak akkor uralkodhat a világon, hogyha a Tóra képezi az ő alkotmányát. Ez, ez teljesen világos a, az egész írásból, de csak királyok és krónikák írja le ezt, a, ezt az egész káváriát a legnagyszerűbben. A probléma mindig is az volt, mint ahogy te is megjegyezted, hogy nem azt csinálják, ami az, a szövetség része, ezért hát nincs velük Elohim, így nem uralkodhatnak a világon. Ezek az emberek tehát, akik ma Izraelben vannak, nem lehetnek az izraeliták, és ez az állam nem lehet Elohimtől, mivel nem azt csinálják, amit ő akar. És ez tehát, ez ugyanez a probléma az angol szász nemzet teóriával is, hogy az angol szász nemzetek soha nem képviselték a Tórát vagy Elohimet, mégis mindvégig az elmúlt 2000 év során nagyjából Uralkodtak a világon, legalábbis amennyire mértjük, de az elmúlt 500 év kétségtelenül az angol száz gyarmatbirodalomnak az évszázadai volt. És megint csak ez a, ez ez a 200, gond. 200, 200 inkább 200, mert előtte volt a spanyol, meg egy. Világos, de a... de a, a, a spanyolok is feltételezem valahogy Izraelhez fognak tartozni akkor ezek szerint, hiszen nagyjából az is az a. A de maradjunk az angol száz Amerika felfedezése ugye az a spanyolokhoz köthető, de már oda kivándoroltak, azok egy, egy jelentős része angol száz volt, írek, stb. Szóval, de az maga a az több száz évre nyúlik vissza, ipari forradalomtól kezdve. És ugyanez a, tehát egy világ uralkodó, ha gondoljunk az egykori Babilonra, vagy méd a Perzsia birodalmára, vagy Egyiptomra, ők uralkodtak a világon ideig, óráig, de ők nem képviselték a tórát soha. Ugyanez a helyzet Amerikával. Amerika az csak, meg az angol száz birodalom, csak beleillik ebbe a sorba tökéletesen. Azoknak a népeknek se volt semmi köze Elohim népéhez, csak engedte őket, hogy uralkodjanak a világban, Azért, mert ez az emberiségnek a korszaka, ez a 6000 év, amíg az emberiség különböző családjai uralkodnak. És én ezért nem tartom ezt egyáltalán, vagy nehezen is védhető az angol száz elmélet számos más oknál fogva, de ez az egyik. Ez az egyik. És befejezem. Szóval ez a legfontosabb, hogy ugyanúgy, ahogyan uralkodott Egyiptom, és az nem Elohim népe volt, Médó Perzsia, a Hellén birodalom, a római birodalom, az angol százgyarmat birodalom, ezek különböző birodalmak, különböző népek uralkodnak a földön, de egyik sem Elohimnek a népe. Elohim népe soha nem uralkodik már a 70-es pusztulástól kezdve, hiszen elhagyta őket és szétszórta őket a világban. Ez, ez egyértelműen ki, kijön az írásokból. Szóval ezen a ponton í, így nem, én csak nem tudom elképzelni, hogy hogy mégis az angol száz népek uralkodjanak a világon. Ez a legfőbb oka annak, és nem tudom, hogy ezt hogy Na. lehet megkerülni. Hát először is, ez egy nagyon nagy téma, nem is gondoltam volna, hogy pont erről fogunk, majd, erről fogunk kitérni, de szerintem szükséges. Először is az amerikai Egyesült Államok és az Anglia felemelkedése az egy ébredéshez volt kötve. A többi világbirodalom az katolikus volt, maximum a spanyol, meg a portugál, ez mind egy olyan birodalom volt, ami végül is a, a, fenevard, a római fenevad katolicizmusát terjesztette a világban, tehát annak a, az égisza alatt funkcionált, míg nem, az angol száz birodalom az egy ébredési mozgalomnak az eredménye volt, és ők új Izraelnek nevezték magukat egyébként Amerikában, és az ő törvényik, az, hát a, a, pilgrimek, azok, azok végül is, nem tudom, tudom mennyire vagy képen ezzel, hát az ébredés az igen, ébredés az, az egyharmada Church tagja, tör, a Amerika megalapítóinak egyharmada tehát pilgrimek, akik a hajón voltak, azok egyharmada tag volt. Világos. És ők megalapítottak ott egy országot, amit Istennek ajánlattak. Az Izrael igaz Istenének, tehát itt itt nem a katolicizmusról van szó, vagy bálványistenekről, vagy akármi. És az egész országnak a létrejötte egy, egy, egy olyan értelembe vett csoda volt, hogy és beleillik a bibliai képbe, tehát ők megalapítottak egy új Izraelt ott. Ami lényegében igaz is, mert izraelita nemzetek alapították meg. Mert ugyebár Júda az a zsidó állam, az, az izraelita nemzet, de nem ő az Izrael. Izrael nevét a Tíz Törzs viseli. Ezért volt a Kettészakadt Királyság és Izrael és Júda. Na most a Kettészakadt Királyságnak a a törzsei, akiket nevezünk mi elveszett törzseknek, azoknak nagyság volt megígérve a proféciák szerint, de azt a nagyságot azt Isten e, kondicionálta. Tehát ne felejtjük el, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek magukba foglalták azokat az ígéreteket, amiket mi bibliailag születésjogi áldásoknak nevezünk. Na most a születésjogi áldások és a szellemi áldások Ábrahámban még egy volt, egészen Jákobig. Majd a születésjogi áldás átkerült József Törzséhez. Ez a nemzeti nagyság, a bőség, a gazdagság, a mérhetetlen földi hatalom. Hát ha elolvasod, mi adatot Izraelnek ezzel a születésjogi áldásokkal A 48-as fejezetre gondolsz, mikor Ábrahám megáldja igen. a fiúkat? Igen, igen, igen. Világos. És Judának adott a királyi pálca és a szellemi ígéret, és a kettő elvált aztán, miután Judá és Izrael elvált, Judában hát beteljesedett, mert tőle jöttek a világ királyai, és tőle jött a messiási. De, de... Izraelben viszont beteljesedett a születésjogi áldás, a születésjogi áldás pedig a nemzeti nagyság, a bőség, a gazdagság, és hogyha elolvasod a születésjogi áldásokat, az mind erről szól. De... Józsefnek lehet megígérve. A, a... a gyümölcsök a... áldásra, a mérhetetlen gazdag. Világos, hát de Értem az elgondolást, viszont nekem csak továbbra is ez a problémám, hogyha nincs, nincs benne, szerintem nem koherens az elgondolás, hiszen elűzi el őket. Például Jeruzsálemből, mikor, mikor ugye a, itt voltam a Siach, meghalt. Utána 70-ben lerombolták a rómaiak Jeruzsálemet, és szétszóródott a világban Izrael. Azért szóródott szét Izrael a világban, mert nem követték az ő utasításait, az ő tóráját, valljuk meg őszintén. Nem tartották be az ő parancsolatait. Szétszórta őket, és én nem tudok arról, hogy utána, lett volna bármi is arra vonatkozóan, hogy ennek ellenére még ez a nép mindvégig királyokat fog adni a világban. Hisz erről nem volt szó, mint ahogy Babilonba sem ők adták az uralkodót, vagy Egyiptomban sem ők adták az uralkodót, vagy a Hellén birodalomba sem ők adták, legalábbis amennyire én értem, hisz ez egy másik név, az nép, az, nép, az Jáván népe. Szóval oda nem adhatták, hisz az nem az a, a népcsoport. Mint ahogy a rómaiak sem lehetnek izraeliták, hiszen a két, világos, a két nép egyszerre létezett, szóval nem lehet a kettő ugyanaz. A és rómaiakról senki nem mondta, hogy ők izraeliták. Csak azt akarom mondani, hogy a, hogy lehetséges az, hogy a római birodalom megy tovább, és, és izraeliták uralkodnak benne, hisz arról van szó, hogy a a római birodalom él tovább a német-római császárságban, miközben úgy tűnik, hogy a németek azok semiták, hisz ők Ábrahám lesz. Érted? Én csak nem tudom, hogy hogy jön ez a kapcsolódás, vagy hogy lehetséges az, hogy Izrael uralkodik végig a történelmen keresztül az egész világon úgy, hogy nem követik a Tórát, miközben az egész tanák arról szól, hogy mindenféle büntetés éri őket, mert nem követik a tóra. És elismerten a német-római birodalom, az, a, az már ezt az újfajta hibrid eh, pogány kereszténységet hirdeti, ami a katolicizmus, meg aztán annak a leszármazottai, a protestáns, meg az összes mai verziók. Szóval ez, a, ez az egy, ez a dolog, ami, amit én nem tudom, hogy hogy. Amit nem magyaráz meg ez az elmélet, hogy mi nem csinálják továbbra sem, mégis uralkodnak a világban. Ezt nem tudom, hogy hogy, hogy lehetséges. Hát ez nagyon egyszerű a megoldás erre. Az uh -huh. áldásokat Ábrahám kapta, ugyebár, és Ábrahámnak feltételek nélkül adta meg Isten ezeket az áldásokat. Ezeket nevezük a birthright-nak, illetve születésjogi áldásoknak. A születésjogi eladások egy önmagában egy nagy bibliai hát, tanulmánykör. Na most, Izrael valóban 721-ben kérdemelte azt, hogy szétszórattassék, mert bálványi máradba esett, viszont Isten kötötte az Abrahamnak adott ígérete. Na most az ígéreteket, miután, miután Izrael bálványi esett, Isten visszatartotta 1200 50 vagy évig, igen, és annak lejárta után a saját ígérete miatt, Ábrahámnak adott ígérete miatt beteljesítette, viszont miután már beteljesedett, attól fogva kondícióhoz volt kötve, és attól fogva elkezdett ketyegni az óra. Tehát az 1800-as években az angol világ felvette a születésjogi áldásokat, amit mi József születésjogi áldásainak nevezünk. Onnantól kezdve elkezdett ketyegni az óra. Na most ezek az áldások feltétlenéliek voltak Ábrahámnak az érdemeiért. Nem az angol szászok érdemeiért. De elkezdett ketyegni az óra, hogy ami ilyen történelmet írnak maguk, maguknak, hát amennyiben keresztények és, és, és törvénytisztelők és, és ragaszkodnak az isteni úthoz abban az esetben áldottak lesznek, de miután elfordulnak, akkor rájuk följön a világ legnagyobb traumája, a világ legnagyobb üldöztetése és népirtása. Tehát ez nem egy játék dolog volt azért, és nagyon-nagyon nagy felelősségteljes dolog uh, viselni ezt a születésjogi áldásokat, ugyanis, ha nem felelnek meg, neki, akkor a nagy nyomorúság alatt lényegében el lesznek pusztítva, és több mint kétharmaduk el is lesz pusztítva épp ez miatt. Világos. A, továbbra is, akkor az, azt mondod, hogy az 1800-as években valami történt. Feltételezem, hogy Igen, ez a akkor bánia... lejárt az, akkor... Ez nem, a... ez a, az a, a, születésjogi adások visszavonása. Csak úgy, hogy, az... hogy tudjuk ezt az írásokból? Tehát mi az a szakasz, ami arra uta, hogy az 1800-as években valami történni fog? Mi az a profécia az írásokban? Mert, ha... mert lejárt az az időszak, ami, ami vissza volt tartva Izrael számára, ugyanis nekik be kellett teljesíteni. Igen, egy... de mi az? De, de honnan tudjuk, hogy az az időszak mennyi, milyen időtartamú? Szóval mi, mi az a szakasz, vagy mi az az akármi, ami megjelöli, hogy az 1800-as években ez az időszak le fog járni, vagy lejár? Oké, okay. hát ha, ha, részletesen nagyon... Oh, uh, nem, nem, csak, csak vagyok, most nem megfogni fogni Csak, egy, csak mondj valamit, hogy ez, ez... Mert én Dániel tudom, hogy ott vannak időszakok, de azon túl én nem nagyon emlékszem Hát hogy... volt egy idő, most ö... Uh, nem jut eszembe a pontos igevers, de volt egy, 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 egy rész, ahol idő, idők és fél időre el lesz véve a hatalom Izraeltől. Igen. És az, az pontosan a 720-ban, amikor elvitték őket az asszírok fogságba, az az idő 1800-ban járt le, és az volt az az év, amikor, hát az az időszak, amikor az angol százok felemelkedtek. Persze az, az időszámításunk előtt 720, szóval az 2500 év a igen, a onnantól... de... Jó, én nem értem, világos. De én csak azt akartam, az, arra akarok kiukadni, hogy jó, most nyilván erre elő kellett volna készülni, én nem voltam igen, ő, igen, -ig igen, tisztában, erre... de csak, csak továbbra is. Szóval a, a, valami történt az 1800-as években. Igen, na, és ennek az Várj, idős... egy pillanat. Szóval, de akkor is, a, még visszamenve oda, ha. Szóval ezt nem tudjuk, hogy az, vagyis most egyelőre nem derült ki, hogy az az időszakot honnan tudjuk, hogy az lejár. De ez a télen ma továbbra is fennáll. Az ígéret Ábrahámnak az, az, idő előtt, nem is tudom mennyi, hány ezer év lehet, de olyan 2000 talán, ha jól, jól értelmezem, akkor Ábrahám nagyjából 2000 lehetett, de lehet, hogy kevesebb, nem akar butaságot mondani. Dávid volt ezer körül, az időszám, szóval 722 volt a, az asszír és aztán 586 a, a babiloni fogság, de Ábrahám e, jóval előtte volt tehát mi, nem tudom, hogy mi az ami, és ráadásul Dániel proféciája az ugye már már jóval Ábrahám után, tehát az félúton van a mához és akkor addig hogy, hogy nem uralkodhattak mégis a világon annak ellenére, hogy nem csinálták, nem követték a tórát, de most meg uralkodhatnak. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy sem Amerika, sem Németország, sem Anglia soha nem is törekedett arra, hogy a tórát fenntartsa. Nem is csak, hogy nem törekedett arra, hanem az összes protestáns ország, gyakorlatilag harcolt a sabat ellen, gyakorlatilag harcban állt a, az, ünnepnapok, az ünnepnapokkal, az egész tóra szellemiségével harcban állt. Tehát ha soha nem követték azt, nem uralkodhattak a világon, és az ő ígérete, legalábbis amennyire én most így fel tudom idézni ezt az, Ábra, Ábrahám az, áldás, ábrahámi áldást, oly, olyan nem, nem tud olyat ígérni, hogy akármi történik, ti uralkodni fogtok a világon. Szóval ez csak, én csak nem látom, hogy hogy lehet azt demonstrálni, hogy az angol száz nemzetek annak ellenére, hogy a pogányságnak az a szója tulajdonképpen egész mindvégig a történelemben, ennek ellenére mégis uralkodnak az egész világon, mint Manassé, Efraim, illetve, illetve József. De most már kíváncsi lennék, hogy ki a többi, akkor ez szerint. Mert akkor ez Anglia, Németország és Franciaország, ez a három? Németország, Németország nem izraelita nemzet. Németország nem. Akkor ki az? Nem. Németország? Nem, ja, nem, nem. A, a ki a izraelita? Izraelita nemzet lényegében a nyugati jóléti társadalmak. Elsősorban hát a angolszász nemzetek, ami egy nemzetközösség, egyébként így is volt meghatározva a Bibliában, hogy egy nemzetek sokossága jön Józseftől, és ez egyetlen nemzetközösség, ami egy ősapától származik, az az angol száz, tehát ebbe beletartozik Ausztrália, Kanada, Egyesült Államok, Anglia, és a teritoriáik még. Tehát ez egy nemzetközösség, és Hát az általunk beazonosított törzsek, mint nyugat-európai, illetve hát az Egyesült Államok és Ausztrália természetesen. És akkor mi a helyzet Németországgal? Németország az a Szíria. Szíria. Mi a helyzet a, a spanyol-portugál? A spanyolok és a portugálok azok. Uh, uh, Jáfetit a népek. Na, na itt, 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 van egy másik uh, probléma. Szóval, hogy alapíthatnak ugye országot, meg foglalhatnak -e el ekkor a területeket az izraeliták, mikor egyértelművé tette, hogy elűzi őket onnan minden népek közé. Azt mondta, hogy el, szétszólok a föld négy sarkán, és minden népek közé elűzlek benneteket. Arról nem volt szó... És hogy, hogy... Hogy ők hogy alapíthatnak meg. maguknak egy saját országot, vagy egy saját nemzetközösséget, amivel aztán uralják az egész világot, és az, 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 a, a fenyegetés, meg a büntetés az volt, hogy szétszórja őket a népek közé, ahol szolgálni fogják a népeket, nem pedig nem pedig uralkodni rajta. Én olvastam egyébként ezt az írást a, ott a Church of God oldalon, és én már akkor sem láttam... Hát melyiket? Van egy, egy hosszú, a nem, tisztörrel. igen, azt, azt, azt. Én már akkor sem láttam, hogy ezeket a, ezeket a, ezeket a kihívásokat nem képes az a teória, én úgy gondolom, legyőzni, de nem akarom annyira megtámadni most, most már értem nagyjából. nyugodtan beszélhetünk, nyugodtan, nyugodtan, mert... Szóval de... ez, ez, csak, ez tudod, egy... akkor, akkor csak még egyszer ennyit, hogy az, az, az a büntetés, hogy szétszórja a népek közé. Az egész Izraelt nem tesz különbséget a, úgy, hogy József, vagy Manassé, vagy akárki, hanem Izrael, ő így fogalmaz. Szétszor, és úgy, hogy Izraelt már rég szétszórta, Júda volt az, akit még később szórt szét. Szóval a büntetés az, hogy szolgálniuk kell más népeket. Nem az, hogy ők uralkodnak más népeken. Az nem lenne egy büntetés. Szóval ez csak. Na, no, a büntetésnek volt egy adott időtartama, az de. időszakhoz volt kötve? Hát csak nem tudom, hogy honnan tudjuk, tehát hogy mi a, mi az a miak azok az, az írások, amik azt mutatják, hogy a büntetésnek van egy időszaka, Ezt, e, azt nem tudjuk. Szóval lehet, hogy van egy időszaka, de... Csak a végén gyűjti össze őket. Most fogja összegyűjteni a végén, és megalapítja velük az Izrael államot. De, de ez most fog bekövetkezni. Ha addig is uralkodnak, meg királyokat adnak a világban, akkor nem értem, hogy mi a, a büntetés a, a törvényszegésért. És hogy engedheti, hogy Izrael uralkodjon, mikor soha nem engedte nekik, hogy uralkodjanak, ha elfordulnak tőle? Hát a Izraelnek nem az. Tehát a születésjogi áldásoknak két része van. Van a nemzeti nagyság, és van a királyi áldások. Tehát Judának az lett megígérve, hogy az ő véréből magából királyok fognak jönni, akik uralják a világot. Izraelnek, elsősorban Józsefnek nemzeti nagyság, gazdagság, prosperitás lett megígérve. A születésjogi áldásokat, hogyha végignézzük a törzsek születésjogi áldásait. És ezeknek be kellett teljesedni, természetesen. És a beteljesedésük az követhető, mert hát Judától jöttek a királyok, Juda házából, és ő a királyi törzs, ám de a születésjogi áldások, ami nemzeti gazdagság, bőség, és Hát még bizonyos fokú méltóság is az a, az a József törzsének adatott meg. És Most... a nemzeti nagyság foglalja magában a, a, gazdagságot, tehát katonai erőt, méltóságot, stb. És, De, és hogy... ez... Egy... Nem, igen? tud a, nem tud a kettő egymástól elválni, hisz nem tud királyt adni egy olyan nemzetnek, ahol nincsen gazdagság, plusz egy gazdag nemzet király nélkül sem ér semmit. De most tudod, mi, merült fel bennem így, ahogy ő, hallgattalak? Mi, mit gondolsz arról, hogy Magyarország hol, hol van ebben a képben? Meg aztán még jubileumok a ethnika... könyvéről akartam kérdezni, az, hogy te... Okay, Már hogy mind f... vagy hogy milyen mindjárt, értelemben. mindjárt, mindjárt, bocsánat. Mert láttam, hogy fenn van nálatok jubilamok könyve a, a weboldalon teljességében a magyar verzió. Ami, ami azt sejteti, hogy sőt, énok könyve is, ha jól emlékszem, ami azt sejteti, hogy, hogy ti azt használjátok mind a kettőt. De abban, igen. abban mint hogyha teljesen egyértelműen le lenne írva, hogy kik azok a nemzetek, akik eljutottak az európai övezetbe, Kik azok, akik Afrikában vannak, és kik azok, akik az úgynevezett közel-keleten maradtak. Szóval Jáfet jött Európába, maradt no, sém is... és Afrikában meg, meg Hámnak a leszármazottai. Tehát ilyen formában az, hogy Spanyolország, Jáfet, oké, okay, fair, meg Németország, de az angolok ugyanúgy itt voltak, az angolok ugyanúgy is néznek ki, míg az afrikainak nem úgy néznek ki külsőre sem. A, a sémi, a, akik pedig a közelkeleten vannak, azok meg megint csak van egyértelműen elkülöníthető külső tulajdonságok. Nem csak a bőrszín, hanem az melletti számos más dolog. Az egész fizikuma más ezeknek az embereknek. Attól még egy faj, csak azt akarom mondani, hogy a törzsi hovatartozás az sokkal hosszabb ideig fennállt, a történelemben, mint azt gondoljuk, ez a nagy keveredés, ami ma van, hogy mindenféle népek együtt vannak, ez egy relatíve új keletű dolog. A, a népek megőrizték a homogenitásukat évezredeken keresztül a családmodell miatt, meg a törzsi modell miatt. Tehát az európaiak azok jelfett leszármazatai, az afrikaiak azok kám leszármazatai, a közel-kelet pedig... Sém, és onnan megy szét az egész világbirodalom, szóval aki fehér, az általában úgy azonosítjuk, hogy a feket, stb. Szóval hogy lehet az, hogy sém a közel-keletről származik, és ennek ellenére a fehér angolok pont sémiták? Hát úgy lehet, hogy mindenki a közel-keletről származik, ugyanis on onnan terjedett ki a világ népessége, tehát mindenki egy helyről származik. Tehát ez, ez önmagában ez nem. nem kérdés. Hát De mindenki... már a fiai noénak, mikor ö, felosztották a földet, már a megkapott területekre mentek el azonnal. És a, én úgy gondolom, hogy a fenotípus alakult a nyilván az éghajlatnak elsősorban megfelelően plusz hogyha én a könyve, jubilómok könyvét vizsgáljuk, akkor az arra utal, hogy Noé ráadásul még egy különleges karakter is volt, hiszen ő mintha egy abinót írna le. Most nem akarok belemenni túlságosan, hogy misztikus legyen a dolog, de ha ti elfogadjátok jubilómok könyvét, akkor egyszerű, mert akkor csak az van leírva, hogy Noé az fehér volt. Igen. És ami azt jelenti, hogy a szüleim viszont nem, mert csodálkoztak rajta, hogy hogy lehet ez fehér. Azt mondta, hogy ez az őrzőktől van ez a gyerek, azért ilyen fehér. Szóval ő egy albinó volt, így lehetett három különböző ö, árnyalatú gyereke, és aztán mikor felosztották a földet, ezek vándoroltak a három különböző területre, és később aztán alakult a fenotipus az éghajlatnak megfelelően. Most ez csak egy adalék ahhoz, hogy ezért hát az angolok nem lehetnek azon, nem lehetnek sémiták, mikor a sémiták másképp néznek ki? De, e, 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 említetted a jubilomok könyvét, és hogyha hogy elolvasod, a, elolvasod a nemzeteknek alokált térségeket, akkor ott látni fogod, hogy e, Európa sémnek lett átadva. Tehát Európa az sém öröksége. Én nem és... tudom, hogy ezt honnan gondolod. Hát a, vil, hát a világ közepe, ahogy, ahogy meg van jelölve, ott uh, sém része Európa. A világ közepe, a, arról van szó, arról a jelenségről, de az az Izrael, nem pedig Európa. Azt mondja ezik el 38- Góg és Magog ütközeteiről, hogy zsákmányt vers és prédát prédál, ez Gógról a, ugye felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, akik nyugalomban vannak és bátorságosan laknak. Ez Izrael, nem? Akik laknak minnyáján kőfal és kerítés nélkül. Sem zár, sem kapujuk nincs. Ez Góg megy föl Izrael ellen, és összegyűjti a Igen, ez már a helyreállított. Világos, azt akarom mondani, így, az, az a jó hogy zsákmányt ves, prédát prédáj, hogy fordíts kezedet a népes pusztaságok ellen, a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe. Szóval itt is azt mondja, hogy összegyűjti a pogányok közül, de a lényeg most jön, mely jószágot és gazdagságot szerez és lakozik a földnek a köldökén. Tehát ő izrael azonosítja a világ közpét, nem pedig Európával. Na, ilyen értelemben igen, Izrael a világ közepét, de ö... A Ittéljette Földnek a köldöke, azt mondja, Igen, hogy a ez Földnek iszre, a valóban. köldöke, Igen. az a terület, Igen. mert az a közepe, nem pedig e, Európa, hát hogyha Európa lenne a közepe, akkor feltételezem, de... hogy azt adta volna nekik. Ez az örökségük valóban, és oda is fognak visszatérni, de mi most beszélünk elveszett törzsekről, akik szétlettek szórva. Hát ha szét vannak szórva akkor nem alkothatnak egységes országokat, mert ugye akkor nem lennének hát szép mégis alkotnak egységes országokat, ugyanis a bibliai proféciák a végidőkre vonatkozó proféciáiban említi például József törzsét. Hol is? József törzsei. Tehát mind méltóságot fog nyerni az utolsó időkben. Ez hol van? Azért az ut Hát a a Edmózes 49-ban az ígéreteket, hogyha megnézed, ott is uh, fel van sorolva. Hát ott a törzsi áldások fel vannak sorolva végig, beleértve József is, és József kiterjed éjszakra délre keretre nyugatra, tehát egy kolonial kolonializáló népességé fog lenni, és. Uh, olyan néppé, ami méltókárteljed. De ez Tehát biztos, egy, egy hogy nagy... biztos, hogy nem arra vonatkozik, hogy a, még a dávidi időszak, érted? Szóval mi az, ami azt az, arra gondolnánk, hogy miután. Hát a meg... Dávidi időszakban éppen a, az volt a jellemző, hogy, hogy Dávid volt a király és uralkodó Izrael fölött, aki ugyebár judabeli volt, és zsidó, és ott. A József törzse eléggé is volt. Tehát az Egységes Királyságban Juda volt a király, királyi törzs is a legnépesebb törzs is, és a katonailag is legerősebb, és az az uralom, az egy teljesen más más helyzet, tehát akkor még az Egységes Királyságról beszélünk. Az Egységes Királyság megszűnt, a tíz törzs eltűnt, szétszélett, de mind a tíz törzsnek, Aratott proféciák, amely proféciáknak be kellett teljesedni. És itt érünk rá például József törzsére, aki szétterjednek a világban, kolonializáló nép lesz, gazdag bőséges és domináns. Ez 49-es. És, és még a Zsoltárok is mondja, hogy Józsefé a, a csatabárd, illetve hát ami ott, ott van használva szó, az egy ilyen katonai eszköz, de hogy ő, ő egy, egy militáns katonai erős törv lesz, József. Ez, ez, értem, a, 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 úgy gondolom, hogy ennek a, az egész, az elméletnek magának az Achilles sarka az, amit én mindvégig próbálok hangsúlyozni, az pedig, hogyha ha nem követik a Tórát, akkor ők nem lesznek a Földön semmik. És ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha azt mondja, hogy szétszórom őket a Földön, a szétszórás az azt jelenti, hogy nem lesz önálló közigazgatási területek, hiszen hogy akkor nem szétszórná őket, hanem csak áttelepíteni máshova. Szétszórja őket a világ minden nemzetei közé. És ez a büntetés, hogy nincsen saját uralmuk, hogy megtanulják azt, amiről beszél krónikák könyve, ha jól emlékszem, a 12-es fejezetben, a, a bocsánat, a 8-as fejezetben, a, amikor azt írja, hogy hogy megtanulják, hogy hm, hogy milyen szolgálni más nemzeteket. Tehát nem büntetés az, hogyha, értem, azt, azt értem, hogy hogy ez egy profécia, aminek, aminek be kell teljesedni. De én úgy gondolom, hogy az ábrahámi profécia be fog teljesedni majd az, a, a menny, az ezer éves királyságban, nem pedig ne, nem pedig így most a földön itt, hisz akkor nem lenne büntetés nekik, akkor csak egyszerűen uralkodnának és, és kész. Na, büntetéstől eltekintve kaptak áldásokat. Az áldások eddig azok feltétel nélküli áldások voltak, amit Isten mivel hát megadta, kötelezte magát arra, hogy be is teljesítse. És be is teljesítette. Minden egyes törzs megkapta a maga áldását ebben a fizikai valóságban, és valóban, mivel ők eltértek a szövetségtől, ezért fog rájuk jönni a világ legnagyobb katasztrófája, és ők lesznek a utolsó holokauszt legnagyobb elszenvedői, és százmillió számra fognak elpusztulni. Hát itt nem játékról van szó valóban miután Isten megadta azt az ígéretet, amit megígért Ábrahámnak feltételek nélkül, onnan azonban már a feltételek ugyanúgy megvoltak voltak szabva, hogyha minél jobban eltérnek, és pogányok útjára térnek, akkor mi fog rájuk jönni, és tudjuk azt, hogy a nagy nyomorúság, Izrael nyomorúsága, az egy olyan holokauszt lesz, amihez okhatót nem látunk a világtörténelemben. Világos. Hát azt hiszem, hogy ezt a részét ennek az izraeli esemény sorozatnak ezt csak el kell fogadnunk, hogy ezt a dolgot másként látjuk még akkor is, hogyha sok igen. mindenben sok mindenben egyetértünk, de szerintem ne is menjünk tovább, mert csak most e -egy, már... egy, pillanat, ahhoz a... azért egy, egy rövid szösszenetet, az, hogy ahhoz, hogy igaz-e igaz vagy sem, az rendkívül rövid időn belül el fog dőlni. Ugyanis, ha összeomlik az angol világ, és egy teljes összeomlásról beszélünk, akkor beteljesedett mindaz, ami Józsefre meg volt Már pedig az angol világ rogyadozik, és tudjuk a felemelkedésének az okát, és a pusztulásának az okát is. És hogyha összeomlik, mert én tudom nagyon jól, hogy ebben a világban a legtöbb keresztén úgy tekint Amerikára, mint része Babilonnak, sőt Babilon eszenciája, vagy vezető, vezető állama, mi azt mondjuk, hogy Amerika, mint Izraelita törzs, el lett ragadva a sátán zsinagógája által, tehát le lett dominálva, és miután magányútra tértek és elképesztő dolgokat művelnek, tehát Hollywood is onnan származik, öntik a szennyet a világra, a világ legnagyobb büntetése az angol szász népeket fogja élni úgy, hogy elsöplik őket a föld színéről, és csak a maradékuk a megmarad. Tehát ezt a közeljövő fogja elhozni az elkövetkezendő tíz év, azt még mindannyian megéljük, és ezt ha látni fogjuk, beteljesedett, ha nem, akkor amis proféták voltunk. Legalábbis én. Az, az világos, hogy az angol, szóval egy, ez a, a gyarmad birodalom össze fog omlani. Én azt nem, mint ahogy összeomlott a babiloni birodalom is, de az nem azt jelentette, hogy hogy az valamiféle köze volt Izrael. Persze értem, hogy most más... Összefüggéseket vonunk, én csak az, arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a, a, az Elohim által alkalmazott képlet az relatíve egyszerű. Nincsen, hisz Dávidnak is megígérte, hogy az ő királysága örökké áll, az ő királysága örökké fog állni, annak ellenére, hogy nem ők uralkodnak most. Az ő fia, Dávid fia uralkodik a mennyei trónon, aki Jahusa a Mashiach akit Jézusként ismer a világ, tehát az ígéret áll, de olyan ígéretet nem tett, ami arra kötelezte volna, hogy egy pogány élő népe az uralkodjon. És én inkább arra, abba az irányba terelnék mindenkit, hogy csak értse meg azt, hogy ha szétszórja őket a világon, és minden népek közé szórja, az azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy népcsoport, ami megtalálható minden egyes népben a legalacsonyabb pozíciókban. Ezt, el, erről szól Mózes 5-ös könyve, 28-as fejezet, az áldás és az átkok, ahogy a Levitikus vagy Mózes 3-as könyvének 26-os fejezete is. Elmondja ezt szó szerint. Hogy te egy ilyen szitokszó leszel, a legalacsonyabb leszel, hogy ha nem csinálod, akkor te leszel a farok, és nem a fej. Leír egy népcsoportot. És az a népcsoport, akit leír, az, az a leírás nem illik rá senki másra. Csak azokra, akit mi úgy ismerünk itt, mint négerek. Ez az egyetlen népcsoport, akire ez a leírás ráillik. Az angolokra nem illik rá ez a Mert ők uralkodnak a világon. Mindjárt. Szóval nem tudj. Ez azok, amiket leír az átoknál, hogy ha nem csinálod, az ráillik ezekre az emberekre, és senki másra nem. Különösen nem azokra, akik az egész világot uralják évszázadok óta. Hát először is vannak születésjogi áldások, aminek a tanulmányozását mindenkinek ajánlom. Az egymózes 48, 49 és rágódjon el az ember rajta, és nézze meg, hogy például a Józsefnek be e, megígért áldások mennyire illenek bármelyik afrikai népre. Hát jó, akkor mutatok valamit ezekről az áldásokról. Simeon és Lévi atyafiak erőszak eszközei az ő fegyverük. Tanácsukban ne légy részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem. Mert haragjukban s kedvük telve inát szekték az ökörnek. Átkozott haragjuk, mert erőszakos és dühük, mivel kegyetlen. Eloszlatom őket Jákobban, és elszélesztem Izraelben. Kik ezek akkor? Ez Simeon. mikor teljesült be ez az áldás? Ha egyáltalán hát ezt áldásnak lehetne. Az a... lehet ez nem áldás, ez nem feltétlenül. Simeon, az ugye bár ez inkább egy átok, mint egy áldás, és valóban Simeon az egyetlen törzs. Levi mellett akinek nincs önálló de területe. De... Hát a simeoniták szét vannak szorva Izrael nemzetei között. Mert ez de az, ez, ez, az átok beteljesed, ez rajtuk nem megtanána... hogyha, Ha, hogyha az, 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 hogyha az, ha, ha József, Manassé és Efraim, kik azok? József, Manassé és Efraim? Hát József, az manas és Efraim apja. Ezt értem, de azt mondtad, akkor, akkor Manasseh és az Efraim... Az angol mi, mi az, hogy, mert a szász, az, a szakszon... Jó, akkor az angol, anglia, meg Skócia? Nem. Ha nem? Az, a, ang, hát végül is két törről beszélünk, az egyik egy nemzetközösség, ahogy említ is a Biblia, hogy népek közössége lesz Efraim, ő a mai Anglia, hát Britannia, Kanada. Ezek mind telepesei Ausztrália. ugyanannak a népnek. Igen, azért mondom. Igen, igen, igen. Pontosan. ez egy nemzetközösség. Igen. De ebben vannak franciák is. Az Igen, a vannak Amerikában vannak franciák, van is, a franciák és meg spanyolok. Igen, de nem ők alkotják a, nem ők adják hát a spanyolok, azok a spanyol Amerika az egy más téma. Ja, akkor a... Európában Egyesügy az állam... angolok lennének ezek, akikről most szó van? Mármint... Hát Man Manassé és Efraim, ezek az angolok? Efraim az az angol szászok, igen. Hát az angol szászok, az és angol szászok a, a, amelyek a brit nemzetközösség tagjai. Manassé pedig a nagy önálló nemzet amelyik nagy nemzet lesz. Szóval, ha... Ugyanis uh, ha... lett meg így, hogy nemzetek közössége jön belőle, Efraim pedig végig hatalmak nagy ország. Világos. Szóval, ha, ha Mózes 49-es fejezet, egy Mózes, Zebulon a tenger partjáig lakozik, azaz a hajó kikötőjéig, és határának széle Cidonig ér. Akkor az, ezek szerint ezek ott élnek, még most is Izraelben, Cidonban? Nem, de a hajós népség mint a jellemző, az megmaradt rájuk, és Zebulon az Hollandia, amit egyébként nagyon sok holland tisztában van. Ez a nagyon sok holland tisztában Isakár van. akár erős csontó szamár a karámok közt heverész. S látja, hogy Úgy jó kérdés? a nyugalom, és hogy a föld mékies, teher alá hajtja hátát, és robotoló szolgává lesz. Ez, Ez hogy, Akkor ezt, ezt is beazonosítjuk valakivel? Igen. Ki ez? Ők a finnek. A finnek. De mi, mi alapján? Igen. Hát több alapján is, ugyanis ők, ők, maguk is iszakát törzsének vallják magukat, mondjuk ez, ez egy érdekesség. A két teher között ők a nyugat és a kelet, és ne felejtsd el, hogy azok a proféciákat, amiket most említettél, azok mind azt mondja Jákob azzal kezdő, hogy megmondom nektek, mi fog történni veletek a kor végén, a végidőkben. Tehát Éppen a végidők állapotáiról kell beszélni, az akkori pozíciókból. Tehát nem az, hogy mi volt velük az ókorban, hanem az, hogy mi lesz velük az utolsó időkben. Tehát hát az, 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 az még rosszabb, mert akkor Zebulon elméletileg Cidon környékén kellene, hogy érjen, hiszen a tenger partjáig lakozik, és a hajók kikötőjéig, és határának széle Cidonig -e. ér, Hollandia a határa... a túlanyítás is megvan a dualitás is, de tehát olyan értelemben véve a dualitás, hogy amikor ők eredetileg ö, elfoglalták a Szentföldet, és kijelölték a törzsi helyeiket, akkor megkapták az adott helyeiket, és az, az lokalitáshoz volt kötve már akkor, de azon túl, a fogságon túl, a végidőkben természetesen nem Cidomban foglakni. ebből a egészen addig, amíg vissza nem lesznek telepítve, tehát én itt, itt, itt én beszélünk, ismerem beszélünk ezt a... Beszélünk az eredeti. Világos. Beszélünk az eredeti leosztásról, a törzsek eredeti leosztásáról, és beszélünk a szorvány törzsekről, De A probléma az, a végén az végén, hogy József, Józsefről annyit ír, hogy termékeny fa, meg termőág, ág, de, de a probléma például Gád had háborgatja, majd ő hág annak sarkába. Szóval, hogyha ha, ha ez olyan egyértelmű, hogy József ezért hát uralkodik majd itt a végén, az egész világon. Hát azért többet akkor... ír róla, meg van világos... egy másik sorozat is. Értem, értem, egy az... pillanat csak. Szóval akkor akkor a, a például van egy mozgalom, a Héber Izraelita mozgalom, aki beazonosítja ezeket, ugyanezeket a, a nép, törzseket, csak egész más népekkel, és ugyanilyen öm, számomra egyébként ez csak ködös, hogy most hogy lehet ez alapján, egy olyan profécia alapján beazonosítani valakit, hogy Ásernek kenyere kövér királyi csemegét szolgáltat. Szóval ha ez, ez rá lehetne, mint ahogy ők Áserre azt mondják, hogy ezek a szeminó indiánok Naftali meg, meg Mexikó, ugyanúgy abban a proféciában, amiről te beszélsz, abban... abban ezek szerint is akár az hollandia, míg náluk jamaika. És ugyanúgy, hogyha valaki meghallgatja azt, ugyanúgy elmagyarázzák, hogy szerintük miért az. És én úgy gondolom, hogy egy ilyen öm, sok értelmű szövegből, meg egy, egy ennyire költői meghatározásból kiindulni, és aztán levonni azt a következtetést, ami, ami kontrasztban van, az, az egész az Elohim teljes működési elvével az szerintem csak ö, egyszerűen hibás, legalábbis én, én így látom. De de ezen nem fogunk összeveszni, én csak akartam, hogy mindenki lássa a, a te nézőpontodat, és szerintem úgy fel, hogyha én én elbúcsúzom, és átadom neked a szót, és akkor az utolsó szó jogán elmondod, amit szeretnél ezzel kapcsolatban, de én elfogadom, amit mondasz, meg azzal egyetértek, hogy, hogy az idő közel van, illetve, illetve számos egyéb dologgal, de talán már a következő alkalommal esetleg közelebb jutunk ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy mik is a helyreállításnak a menete, mikor várható, stb. Ez. De én elbúcsúzom mindenkitől, és akkor ti az utolsó szópá, aztán pedig befejezhetjük. Tessék! Hát, csak annyit mondanék, hogy ez egy nagyon-nagyon átfogó témakör. Izrael elveszett így természetesen érdekelte a világot már ezer éve, és sokan foglalkoztak vele, sokan foglalkoznak vele ma is. Véleményem szerint a Bibliában megvan annyi épp elég nyomvonal, ami követhető, és ami determinálja azt, hogy mégis hogy kell kinézniük. Hogyha egy népnek az van megadatva, hogy nemzeti nagyság, bőség, másnak ad kenyeret, tőle kérnek kölcsön, akkor az nem tarthatjuk beteljesedetnek egy olyan népben, aki mezitláb szaladgál a gyungelben és bottal kotorázza a gyökeret, amit megehet. Tehát óvatosan kell bánni a beazonosításokkal, ennek megvan egy rendszere, ennek van egy mechanizmusa, is természetesen meg kell felelni a bibliai kritériumoknak, és ez egy óriási tanulmánykör, aki bele akar menni, az nagy fába vágja a fejszét, de megéri már egy, egy csodálatos út. Uh, ami minket élet a mi honlapunkon uh, legalább négy vagy öt törzsről már van egy részletes írás, ami bizonyítja, az, hogy mi legalábbis uh, bemutatja az, hogy mi, milyen alapon és milyen bibliai alapon azonosítottuk be az adott törzseket. És. Uh, ez természetesen egy átfogóbb tanulmánykör, mindenki belemehet, ajánlom, ugyanis a kor végén befognak teljesen olyan proféciák, amik rájuk lettek megadva, és megértjük a profíciákat jobban, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy kihez szól a profécia, mert lehet akármilyen profécia, hogyha nem tudjuk, hogy kiről, miről szól. Hát ez egy óriási tanulmánykör. A mi honlapunkon történetesen számos írás van, ami beazonosítja a népeket, nem kell elfogadni, én azt mondom nézzétek a... ami le van írva, és nézzétek azt, hogy beteljesedik-e. És ha beteljesedik-e, az el fog dőlni. És hogyha úgy fog beteljesedni, ahogy le van írva, azokban az írásokban, akkor nincs miről beszélni. Rendben, köszönöm szépen, örülök, hogy, hogy beszéltünk, meg megosztottad mindezeket. Én bízom abban, hogy mindenki ezt hasznosnak találta. Én mindenképpen, én kíváncsi voltam, én hallani akartam ezt tőled, meg még számos más dolgot. Az, hogy nem értünk egyet, az, az annak semmi köze nincs semmihez, hisz ettől függetlenül még csak megyünk tovább az úton és van rengeteg dolog, amiben egyetértünk, ez nem azok közül egy. Úgyhogy én még egyszer köszönöm neked, hogy itt voltál, és megosztottad mindezt velünk. Bízom abban, hogy még vissza tudunk térni, akár más témákkal, és mindenkinek a legjobbakat nézzétek meg valóban a Church of God weboldalát, mert rengeteg érdekes dolog van. Meg, meg hasznos információk, különösen a fordítások, úgyhogy ö, nagyon széles körű, mint az, amivel foglalkoznak. Meg persze a mi weboldalainkat is, akit érdekel, de valószínűleg ezt már mindenki tudja. Úgyhogy ö, köszönet, hála és dicsőség abaj a huánok és mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Én is köszönöm, viszlát!